Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gurmai Zita, az MSZP Európai Nőtagozatának vezetője, és természetesen, ahogy mondtam, az MSZP Európai Tagozatának... Doktor, miből doktor? Animáció. Animáció, hát a kulturális javak lesz. És nem, a kulturális javak és szolgáltatások a külkereskedelemben című szakszemináron jártam, és gyakorlatilag a magyar rajzfilmmel, mint olyannal, igazság szerint egy valaki foglalkozott engem megelőzően, és amikor elkészült a diplomamunkám, akkor azt javasolták, hogy miért nem doktorak belőle. Most persze, hogy közgazdász lennék, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar rajzfilm gazdasági kérdéseivel foglalkozni, hogy egyáltalán mennyibe kerül egy egész estés, tehát ennek megfelelően Dargai Attilától Varga Csabáig mindenkit ismerek. Kiderült, hogy Erkel András rokon, ugye mármint a nagy zeneszerzőnek az unoka öccse, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas része volt az életemnek, de akkor én már két gyerekes családanya voltam, amikor... De a gyerekek nem kapták meg ajándékba a doktorátust. Nem kapják meg a gyerekek a doktorátust ajándékba, csak ha befejezhetem, valóban ez egy izgalmas dolog volt, hogy elsők között ezzel a témával tulajdonképpen én foglalkozhattam, és azt gondolom, hogy a magyar rajzfilm az egy igazi érték, hát nem véletlen nyert egy csomó díjat a világban azóta is. De ugye az történt, hogy akkor én már két gyerekes anyuka voltam, mert viszonylag korán mentem férhez. Hát ma mai világban már a 21 évesen férhez menetel az abszolút korán számít. És hát azt kell mondjam, hogy leültem én többször a Varga stúdióval tárgyalni, de hát mindig azt mondták, hogy lesz egy minimálbéred, és meglátjuk. És mondtam neki, hogy de nekem kettő darab gyerekem van, és az, hogy én minimálbérem vagyok megjelent, és majd meglátjuk, nem lehet egy gyereknek azt mondani, hogy egyébként ma nem vesszük meg a kiflit. Ez elővégszónak pontosan elegendő lenne, és akkor a stúdió vendége Herskovics Eszter és a 168 óra kulturális rovatának vezetője, és akkor nézzük, hogy hol tartunk a naptárba. Én változatlanul Brajer Péter vagyok, aki elfelejtett volna tegnap óta. A Luak, azaz a zsinagógai naptár szerint 5777 Sziván havának utolsó napjain, a 29. napon vagyunk. Ma, mint tudják, ránk fog köszönteni a szombat is, este 8 órakor a korák heti szakasszal fogunk foglalkozni. És azon nézőink kedvére, akik a Gergely naptár szerint vezetik életüket, 2017. június 23. napja van. Minden Zoltán nevű nézőnket üdvözlünk névnapja alkalmából. Az euró középárfolyama 309.11, míg a svájci frank 285.28. Ma is nagyon rétegesen kell, hogy öltözzenek, és esernyőt is vigyenek magukkal, hisz 34 és 21 Celsius fok között fog mutatni a hőmérő, tehát szükség van a folyadékháztartásukra, a réteges öltözködésre, hogy legyen mit levenni, az esernyő meg azért, hogy ne menjen a frizurájuk tönkre. És akkor nézzük Gurmai Zitát, az MSZP és az Európai Szocialisták Nőtagozatának elnökét, akit nagyon ritkán látunk itthon, mert vagy Debrecenben kampányol, vagy útközben van, legutoljára éppen Máltán volt. Mit csinált Máltán? És Máltán időszakos, idő előtti választások is voltak. Forradalmat okozott, és ezért kellett? Nem, hanem a szokásos fake news, vagy mondhatni a... ma már egyre elterjedtebb hamis hírnek lett a miniszterelnök felesége áldozata, Michel Muscat. És a máltai miniszterelnök. A máltai miniszterelnök, aki egyébként európai parlamenti képviselőtársam volt annak idején, 4 éves ciklusokban dolgozik, illetve nem 4 éves ciklus, hanem 5 éves ciklusokban dolgozik a máltai kormány, tehát volt még egy éve hátra. De amikor azt látta, hogy ez nem játék, és hát nyilván az embernek a családját kipécézik, akkor onnantól kezdve egy ideig várt, és azt mondta, jó, hát ha önök nem bíznak abban, hogy amit én mondok, az hiteles, akkor legyenek időközi választások. Mivel vádolták meg az elnöknek a feleségét? Letelepedési kötvény, ügyletben, tulajdonos társ, ami természetesen nem volt igaz, de én erről meggyőződtem személyesen, hiszen szombaton
fogadott a miniszterelnök úr, természetesen a Máltai Nőszervezet számos nőtagjával, és én kértem utána egy-két percest azzal, hogy én szeretném tőle hallani, hogy pontosan mi történt. Mert tehát meg akar bizonyosítani gurmai módra, a dokumentumokat akarom látni, nem, üljön le nem, és mondja el az igazat. Nem. Az az igazság, amikor nőnapon, egyébként éppen Zoltán napján, tehát Zoltán napból is van kettő, miközben nőnapból csak egy van, holott egész évben nőnapot kellene ünnepelni. No, visszatérve a dologra, Michel Muscatot jól ismerem, március 7-én láttam utoljára, egyébként két fantasztikus siker kislányuk van. Elkötelezett az adományozás mellett, tehát az a szervezet, amit vezet, azzal folyamatosan azon dolgozik, hogy a máltai gyerekeknek egyébként jobb legyen az élete. Sportol ilyen az élete, maratont, egy miniszterelnök, folytat, vagy egy elnök feleségének. És hát a lényeg az, hogy annyit mondott, hogy ez a hír nem volt igaz. De hogy miért volt fontos az, amit tett? Azért, mert gyakorlatilag egyre inkább kezelhetetlené válnak ezek a hamis hírek, és tulajdonképpen rajtad marad, mint szamáron a fül. Most azzal, hogy a miniszterelnök ezt meglépte, 130 ezer szavazata volt az előző választásra, ne felejtsük el, hogy Málta azért egy nagyon szép, de egyébként picike ország, és azt kell mondjam, hogy 40 ezerrel több szavazatot kapott. Tehát ez valóban napjaim egy elég ritka, hisz mindenhol, hát ahol előrehozott választások voltak, általában bukni szoktak. Így van, de hát azt kell mondjam, hogy ebben az esetben, tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy ő pontosan tudta, hogy mit csinál, és hát számomra, ami nagyon fontos, hogy az én egyik, tehát a legfiatalabb képviselő bekerült a parlamentbe, egy 28 éves fiatal lány, aki egyébként önkormányzatban kezdett, és hát azon szurkoltunk, hogy bekerül, vagy nem kerül, és végül bekerült, úgyhogy van nagyon fiatal nő is a parlamentben, aki természetesen a munkáspárti nőszervezetnek. Most, hogy véletlenül itt van Magyarországon, ragyogó alkalom, hogy megkérdezzem, mi lesz magával 2018 után, hisz az ön pártja reggelenként más mond, meg este is új hírek vannak, hol... Hát engem csak a tények érdekelnek, szoktam ezt mondani. Nyilvánvaló, hogy én 10 évig az Európai Parlamentben politizáltam, ennek megfelelően... Előtte volt a Magyarországon terepet, is országgyűlési két évig, tehát ennek megfelelően számomra a legismertebb terep Európa, de én bízom a Magyar Szocialista Párt bölcsességében, ha kell, akkor a most soron következő 2018-as választáson, vagy pedig az Európai Parlamenti választáson indítanak, de én addig is teszem a dolgomat, hiszen azt kell mondjam, hogy nincs még egy olyan miniszterelnök az Európai Uniós tagállamokban, aki ilyen mértékben semmibe veszi a nőket, mert ha megnézzük, hogy az egyetlen kormány, amiben egy darab nő sincsen, hát a magyar miniszterelnökre gondolok, mert gyakorlatilag nulla darab nő van a magyar kormányban, tehát ez a szégyellista helyét jelenti. Arról még nem beszél, hogy a múltkori elszólás, ahol miközben egy kiváló nőtársamat fölállított a nagyköveti pozícióból Washingtonban, hogy nem foglalkozik nőügyekkel. Hát kérem szépen, itt nem nőügyekkel kell foglalkozni, hanem partnerekkel tekinteni a nőket, és szerintem ebben az országban ma ez nem így van. És egyébként érzékelhető visszafele tendencia? Úgy értem, hogy azért erről volt szó Máltán is, ha jól tudom, hogy Európában azért ez a egyenjogúság kérdés egyre inkább előtérbe kerül, még nálunk és Lengyelországban romlik a helyzeten. Ez tetten érhető más területeken is? Erre a kormányzati kommunikációban természetesen érzékelhető. Abszolút mértékben. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk Magyarországon a legsúlyosabb probléma az, hogy mindenki egyformán kap, a legszegényebb ugyanannyit kap, mint a leggazdagabb. Most szerintem a legszegényebbekre kellene koncentrálni, mert az egy kulcsos adónak lett tulajdonképpen áldozata minden nagycsalád, mert a nagycsaládosok jelentős része keveset keres. Tehát az, aki korábban mondjuk keresett 100 ezeret, az 10 ezeret veszített, az, aki keresett 250 ezeret, az majdnem 100 ezerrel többet keres. Tehát abszolút egyenlőtlenséget állított erre a miniszterelnök, tehát a leggazdagabb és a legszegényebbek között nőtt a távolság. És ami a tragédia, nem véletlen küzdünk az egyenlő munkaért, egyenlő bérért, egyre nagyobb a szakadék a nők és a férfiak bére között, már pedig a szegénység egészen addig nőarcú marad, amíg nem történik változás. Valóban Beáta Szudló példája azt mutatja, hogy ő úgy, tehát kettős kommunikációt fordított természetesen a miniszterelnök asszony, mindenképpen nő létére megpróbálja degradálni most a női jogokat. Beáta Szudlóról beszélünk, mert ugye Lengyelországot említette Eszter, és hát tulajdonképpen a dolog arról szól, hogy ő nyíltan azt mondja, hogy egyébként párbeszéd kell, igen, a papokkal, meg ugye a konzervatív szervezetekkel, visszautasítja azt, hogy a nők az utcán tüntessenek. Én is ott voltam, feketébe tüntettem, sőt,
szerdán egyébként még voltam Brüsszelben a populistákkal kapcsolatos. Igen, arról is szeretném kérdezni. A populistákkal azért tök feketében jelezve, hogy én abszolút szolidáris vagyok velük. Tehát egyszerűen a miniszterelnök, aki egyébként nő, a szexuális és reproduktív jogokat gyakorlatilag a 19. századba küldene vissza a nőt, hogy nem rendelkezhet. Tehát pedig Lengyelországban nincsenek demográfiai problémák. Ez ebben nincsen összefüggés. Tehát nagyon nagy tisztelettel szeretném elmondani, hogy az a nő szül, akinek van biztonsága, hogy a munkaerőpiacon ott tud maradni. Az a nő, aki bizonytalan, nem fog szülni. Erről hosszasan beszélgettünk Szél Bernadettel. Igen, meghallgattam az LMP a tegnap vezetőjével, társelnökével, a tegnapi 7 órás műsorunk vendége volt, és még visszatérünk és ismételjük, hisz nagyon tanulságos. Ő vetette föl például azt, hogy a magyar parlamentben is kéne, hogy gyerekbarát óvoda legyen, és sorolhatnám tovább, hogy mi mindent kéne még. Hát ez nő is kellene a parlamentben, mert ugye az a szégyenletes dolog, hogy a magyar parlamentben 10% a nő, ez megint lehet az utolsó. Lehet más a politikánál vannak nők. Most az ön pártjában is van elég nő? Hát az én pártomban van elég nő, csak nem elég nő van vezető pozícióban, tehát az előző parlamenti választásra nagyon kevés nő jutott be. Erről is egyébként érdemes lenne majd egyszer beszélni, hogy miért fordulnak el a nők Magyarországon a politikától, mert amikor a megfélemlítés eszköze a levegőben van, akkor egy bölcs nő elfordul a politikától, tehát nagyon-nagyon kevesen akarnak ma politizálni, mert pontosan tudják, hogy veszéllyel jár a politizálás, és hát ezt is sugallja mindenhol. Hogy Brüsszelbe feketébe öltözött, hogy együtt jelenjen meg a populistákkal, mi történt még ott ezen a konferencián? Jó, tehát a következő van. Milyen válaszokat tudunk adni a populistáknak, és egyáltalán mitől lesz valaki populista? Attól lesz valaki populista, hogy általában fölfele vagy valamerre mutat általában az elitre, hogy ő már pedig úgy gondolja, hogy ott fönt vagy egyebek elrontották, és a populistákra jellemző, hogy van egy belső, meg van egy külső ellenség. Hát ugye nagyon nem nehéz elemezni, hogy éppen most nálunk egyébként ki a külső ellenség. De hogyha megnézzük például mondjuk Trumpot, mivel nyert a kampányában? Tegyük újra nagyja Amerikát. Hogyha nem lenne ott az, hogy újra, akkor azt mondom, hogy értem. De az, hogy újra, felmerült bennem, és erről beszéltem egyébként, hogy meg ugye emlékezzünk arra az ominózus piros sapkájára, ahol egyébként erre még rá is volt téve, tehát segített, hogy ez az idézet egyébként megmaradjon. Arra gondolt, hogy a nők nem viselhetnek nadrágot? Vagy a szegregációra, vagy arra, amikor tapogathatták a nők nemi szervét akár nyilvánosan a férfiak? Vagy arra gondolt, hogy a nőknek egyébként nem kell választó joga? Tehát, de nagyjából itthon is hasonlóképpen abszolút, működik, hát tehát a régi dicsőséges időkre való visszautalás, ez nagyjából... Pontosan, tehát azt gondolom, hogy az, hogy mivel lesz, nem nő konferencia, hanem egyelő eséllyel és egyelő bánásmóddal vagyunk itt szerencsére, drága főszerkesztő úr. Tehát én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ez a nőknek a ledegradálás és Beáta Szudla esetében, ez azért drámai, mert ő maga is nő. Tehát ő maga elutasítja azt, hogy egyébként a nők mondhatni, harcoljanak a saját jogaikért. De ami viszont biztos, hogy Lengyelországban van egy olyan nagyon erős civil női szervezet, akiknek sikerült egy olyan tisztességes kvótát bevezetni a lengyel parlamentbe, hogy ezzel legalább a női képviselet, mint olyan, biztosítva van. De kétségtelen tény, hogy az esemény utáni tabletta, mert ugye ennek a betiltása is ugye jelentős viharokat kavart, ugye nyilvánvaló, hogy az esemény utáni tabletta, kérdésemre válaszolva egy orvos elmondta, hogy évenként maximum egyszer szedhető, hisz utána komoly problémákat okozhat. Ez így van, de hát... De politikai okokból betiltás, persze. És az egészségügyi... Hát illetve a dolog arról szól, drága főszerkesztő úr, hogy hát egy nőnek legyen már joga eldönteni, hogy a saját testével rendelkezik a 21. századba. Hát most ugyanúgy rendelkezünk az időnkkel, nem csak a testünkkel, hisz abból van a legkevesebb. Mit tesz ön ezért, hogy ezek a populista mondatok, amiket itt harcol a női egyenjogúságért, kézzelfoghatóan mit tesz ön ezért? Hogy én kézzelfoghatóan mit teszek? Hát járom az országot, és beszélgetek emberekkel. Járja a világot is. Hát most, igen, az hogy tudja az a hasznosítani a külkapcsolatait a pártja, illetve a magyar nép javára? Hát
holnap reggel Dortmundba utazok, meg fogom hallgatni Martin Schulznak a programját. Rendkívül módon büszke vagyok arra, hogy az egyenlő munkért egyenlő bér elve, mint olyan, ma már az összes baloldali vezetőnek ott van az agyába, pontosan értik, hogy ez az egyik alapprobléma, amivel foglalkozni kell. Tehát ez az egyik ügy. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a szakszervezetekkel tudtunk együttműködni. Egyébként Szél Barnadett, aki tegnap este volt az önök vendége, az ő pártja is partner ebben, hogy egyébként csináljuk ezt együtt, hiszen ez egy olyan figyelemfelkeltő kampány, amit egy éve folytat a szakszervezet, amivel mindent megpróbáltunk a Magyarországgyűlésben. Háromszor dobta vissza az illetékes bizottság azt, hogy egyáltalán erről tárgyaljunk. Tehát azt kell mondjam, hogy nem egy nőbarát kormány, és visszatérve a bölcsödére, igen, meg óvodára, az Európai Parlamentben van ilyen. Tehát ez természetes már bármelyik nagy nyugat-európai országban, hogyha az ember gyerekkel érkezik egy áruházba, akkor van lehetőség arra, hogy tisztába tegye mondjuk a kisbabáját. Magyarországon ebben az ike, hát vagy így van, és hát az Európai Parlamentben az természetes volt, hogy a gyerekek bejöhetnek. Hát nekem is volt olyan legalábbis kettő, egy jobb meg egy baloldali képviselőtársam, akik egyébként kisgyermekkel együtt érkeztek. Ma a Magyar Országgyűlés ezt tiltja. Hát ez megint nem egy nőbarátság. Semmi nem akadályoz, hogy egyébként ebben döntést tudjunk hozni, de tovább megyek. A máltai köztársasági elnökhöz azért nem ment el a most kinevezett reformügyi miniszter, aki egyébként a kvótával is foglalkozik, és ez is ügy lesz Máltán, hiszen a máltai szociáldemokratáknál 40%-os a kvóta a nőknek, mert ő elmondta, hogy a köztársaság elnök azt mondja, hogy az, aki egyébként nő, nem lehet a gyerekével elmenni, mondta, hogy semmi probléma, mert hogy van egy ilyen őskövületi szabály, és mondta a miniszter azt, hogy semmi probléma, akkor ő nem megy el. Hát volt egy kis pánik, majd gyorsan módosították a törvényt, és természetesen elment. Tehát ennyi, tehát egyszerűen rugalmasság, és azt kell mondjam, hogy... De azért fogadta a köztársaság elnök azt, hogy mert gyerek nélkül ment? A köztársaság elnök az én személyes barátom. Azt kell mondjam, hogy kisján elejtettem a telefont, amikor egy rendezvény közben hívott, hogy Zita, mondtad, hogy jönni fogsz az Afrika-Karibi-Csendes-óceáni EU-s közgyűlésre, és hogy hát bármikor szívesen látlak, szóljál, hogy mikor jössz. Hát ez egy nagyon jó dolog, ez egy emberbarátság, egyébként szociális miniszter volt, és mindig nagy szeretettel beszél egyébként Andor Lászlóról, aki akkor, amikor ő elkezdte, akkor nagyon sokat segített, úgyhogy azért létezik az emberbarátság is. Maga imádja Franciaországot is, és Párizst is. Találkozott-e már az új francia elnökkel? No, hát természetesen szerettem a francia szocialistákat, és ha már erről álljunk meg egy mondatra, az én nagyon kedves barátom, Martin Aubry tulajdonképpen ennek az előválasztásnak lett az áldozata. Volt egy kiváló női vezetője a francia szocialista pártnak, aki lehetővé tette, hogy bárki beleszóljon abba, hogy ki legyen az elnök. És nem csak a baloldali, nem csak a baloldaliak, hát ennek megfelelően ez neki egy második helyre lett elég, holott ő simán lehetett volna, mint első titkár, mert ugye a franciáknál így hívják elnök. No, ennek megfelelően megkaptuk François Hollande-ot, aki azt kell mondjam, hogy nem nagyon sok, nagyon jó politikát csinált, de nem feltétlen volt a legjobb kommunikátor, mert ne felejtsük azt el, hogy az ő kormányában 50%-ban ott voltak a nők és a férfiak, volt miniszter, aki ugye egyébként ezt a portfóliót kapta, Macron kormányában is 50-50%-ban ott vannak a nők, de szeretjük, nem szeretjük Macront, azért egy dolgot el kell mondjak, nincsen nőügyi miniszter. Tehát ma már csak egy államtitkár. Szerencsére ő Laurence Rossignol francia miniszternek a kabinetjében dolgozott, tehát van elképzelése arról, hogy a szocialisták egyébként ezzel az üggyel hogyan foglalkoztak. Azt, hogy ő hogy szólt be a kelet-közép-európai országoknak, erről majd Ungár Pétert fogjuk az kérdezni. Az illiberális demokráciával kapcsolatosan van véleménye. Orbán Viktor, mint tudjuk, egy rendkívüli bölcs, különösen miután harmadszor van kormányon, de azért azt is meg kell nézni, hogy Orbán Viktornak hány barátja van, meg kell nézni azokat a fényképeket, ahol ő bizony nem éppen társalog valakivel, hanem ül a sarokban. Ilyen is előfordul. Mielőtt elengednénk, azt mondja el nekem, hogy meddig tartózkodik szép hazánkban? Hát ahogy ezt jeleztem, drága főszerkesztő, holnap reggel megyek Dortmundba, és onnan pedig Brüsszelbe, mert szeretnék egyeztetni, és ez válasz a kérdésre Maria Thyssennel, a szociális biztossal, hogy most mi a csuda lesz itt a következő időszakban, például az anyasági, apasági ügyekben, mert én úgy látom, hogy elkezdik kiüríteni rendesen ezt az ügyet, de szerintem beszéljünk erről a legközelebb alkalommal, ha kapok főszerkesztő. Utolsó kérdésem mára, ön az amerikai elnökök beiktatásán is időnként részt szokott venni, ez alkalommal ott volt? Nem voltam ott, természetesen a szocialista, vagy mondhatni demokrata, szocialista, ugye az nyilvánvaló, hogy volt egy ilyen jelölt is egyébként most.
Ott voltam Obama beiktatásán, mínusz 14 fokba, hát megmondom őszintén, el vagyunk szokva mi magyarok ettől a kegyetlen hidegtől, tehát 2 órát végül is nem ültem, mert nem az egész válaszsal voltam igazán kíváncsi, hanem így akartam átvezetni azt, hogy mikor találkozik az amerikai elnökkel, és mi lesz az első mondata. Megmondom őszintén, ezzel az amerikai elnökkel nem szeretnék találkozni, azért meg kell nézni. Nem. Megmondom őszintén, az, aki ilyen mértékben degradálja a nőket, azzal nem nagyon, és hát meg kell nézni azt a képet, amikor a pápánál jártak. Még a feleség is elütötte a kezét, hogy hát azért van egy alap, amikor viselkedni kéne tudni. Hát azért neki nem ártana egy kis kurzus. Etikai órákat is kaptunk Gurmai Zitától, volt európai képviselőtől, ma az MSZP és az Európai Nőtagozata vezetőjétől, és aki még nem szokott hozzá, az már készüljön, hisz a magyarországi választásokon is részt fog venni, sőt az Európai Uniós választásokon. Köszönjük, hogy rendelkezésünk, tehát drága főszerkesztő, és már a lobbyba láthatják Ungár Pétert, a Lehet más a politika európai zöld pártelnökségének tagját, kerületi képviselőt is, belefolytatjuk az előzetesek után.